Nagyon is átjött a bonyhádi értelmi fogyatékkal élők farsangi műsora, ami bizonyos szituációkban fájdalmasan szépsége okán olykor könnyeket is csalt a nézőközönség a vendégek némelyikének szemébe. Ők, a bentlakók, közösen bő egy hónapja készültek erre a fellépésre. Belülről fakadó vidámságot sugároztak mind a 14-en, és leírhatatlan boldogság volt az arcokon, amikor jött a közönség vastapsa egy-egy produkció végén. Az is átjött, hogy ők, mint a házban élők, mint egy igazi nagy család élhetik meg a mindennapjaikat, több mint sorstársaik egymásnak, inkább baráti, rokoni szeretet köti össze mindannyiukat. Nincs generációs űr a 14 éves és a 36 éves között. A szereplés lehetősége feldobta őket, bennük rejlő pozitív energiákat felszínre hozva. Bizony jó ötlet volt 13 évvel ezelőtt nem egy szürke, kórházszerű intézménybe vagy épületbe terelni az önálló életvitelre alkalmatlan, értelmi fogyatékkal élő és sokszor mozgáskorlátozottsággal is sújtott bonyhádi, illetve környékbeli zömében fiatalokat, hanem egy nagy családi házban otthonos körülmények között elhelyezni őket. Oly módon, hogy családtagjaitól sem szakadtak el ezek az emberek. Bonyhád például szolgál megyei szinten bármelyik ilyen intézménynek, hangsúlyozta az értelmi fejlődésükben akadályozott a közhasznú szervezetének megyei elnöke, aki nagyon nagyra értékeli azt az empatikus képző és nevelő munkát, ami a hétköznapokon is zajlik az intézmény falain belül. Az intézményvezető személyisége át- és beleérző képessége, lelkisége, a bonyhádi intézmény sikeres működésének záloga, hallottuk a komoly tapasztalatokkal rendelkező szakembertől. A szülők megnyerése bevonása a közös munkában az ő visszahúzódó magatartásuk miatt nem egyszerű feladat. Van, ahol sikerül, van, ahol nem, Bonyhádon úgy tűnik működik a dolog. Az elhangzott gratulációkból bőségesen jutott az intézmény működtető Együtt Egymásért Alapítványnak, és persze a bonyhádi önkormányzatnak is, amely még 2007-ben kiemelten foglalkozott az értelmi fogyatékkal élők helyzetével, elhelyezésével. Visszatérve még egy gondolat erejéig az intézmény lakóinak farsangjára, miért ne lehetne szabadtéren nagy közönség elé kivinni belátható időn belül ezt a produkciót.